Sziasztok és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Az északi, avagy skandináv mitológiát feldolgozó sorozat hatodik részének témája a Valhalla, a holtak csarnoka, a mennyország, a paradicsom, kinek hogy tetszik. Ebben a részben megbeszélünk mindent, ami a Valhallával kapcsolatos. Mivel ez egy nagyon fontos téma, a források természetesen ellentmondanak egymásnak. Kijogosult arra, hogy csatlakozzon Odin, mindenek atya seregéhez. Mik a Valhallába jutás feltételei? És ami még fontosabb, mi ennek a mondani valója? Odin személyiségének egyik oldalát az előző részben megbeszéltük. A kedves és bölcs öreg bácsi, aki leereszkedik az emberek közé. Azonban a másik oldala az egy szóval vérszomjas. Ne felejtsük el, hogy Odin mindenek atya volt az, aki a világba elhozta a háborút. Az, akinek a harcosok, és főként a vikingek a háborút köszönhették. Nem szabad félreérteni, hálásak voltak érte. A vikingek számára a közösség középpontja a törzs vagy fejedelemség vezérének kísérete volt. A vezér kíséretének tényét hatalmas megtiszteltetésnek tekintették. Életükben. De aztán, ha meghaltak, akkor mi történik? Természetesen ismét követni akartak valakit. Ez a valaki Odin. Tehát, az északiak azon voltak, hogy életükben, abban a megtiszteltetésben legyen részük, hogy követhetnek egy vezért. Azonban, ha eljön a pillanat, és meg kell halniuk, akkor a haláluk olyan legyen, hogy Odin magához rendelje őket. Jó, tehát ez a Valhallába menetel mondani valója. A Valhalla, avagy az elesettek csarnoka, akármilyen meglepő, egy hatalmas csarnok. Megdöbbentő. Nem kevesebb, mint 540 ajtaja van. Minden egyes ajtó olyan széles, hogy egyszerre egymás mellett 800 harcos léphet be rajta. A matematika használata indokolatlan, ugyanis semmilyen forrás nem említi még nagyjából sem, hogy Odinnak hány katonája van. De ha valaki nagyon kíváncsi, mindenek atya serege feltételezhetően sok milliós nagyságrendű. Valhalla a hatalmas csarnok tetejét lándzsákból rakták ki. Pontosan nem tudjuk, hogy hol, de a közelében van egy fa. A fa neve Lérad. A Valhalla tetején van egy kecske, a neve Heidrún. Ez a kecske Heidrún Lérad leveleit eszi. A kecske szerepe az, hogy a tőgyéből sör fakad. Méz sör. Az elesettek csarnokában van még egy vatkan, bizonyos Sárimnir, akinek az a szerepe, hogy minden egyes nap megölik, minden egyes nap megeszik, és minden egyes nap újjáéled. Megbeszéltük azt, hogy mi ez a hely, és azt is, hogy van egy kecske, ami folyamatosan sört, illetve egy vatkan, ami folyamatosan húst szolgáltat. Kiknek? Odin katonái azok, akik a Valhallába kerültek, az Einherjar jár. Azok, akik egyedül harcolnak. Az Einherjárok azok, akik a világ kezdete óta csatában haltak meg. Ez nem ilyen egyszerű, de ami a lényeg. Ha megkérdezem tőled, hogy Odin katonái, az Einherjár hogyan néznek ki, bizonyára azt mondanád, hogy úgy, mint a vikingek. Fejsze, kard, kerekpajzs, stb. Igen, egy részük ilyen. Azonban, amit nagyon gyakran elfelejtünk, az az, hogy Odin nem csak egy európai régiónak volt az istene. Ő mindenek atya. Az Einherjárok közé nem csak a skandinávok csatlakoztak. Legyél akár hun, perzsa, aszték, görög, germán, vagy akár római, a Valhallában van mindegyik. Tehát Odin hatalmát azt nem szabad leszorítani egy régióra. Természetesen, miután elkezdődtek a viking felfedezések, akkor ez a mindenki a Valhallába kerül kérdőjeles lett. Az Einherjárok, az egyedül harcolók minden egyes nap egymással küzdenek. Mindenféle korból és helyről származó erős katonák. Csatára készen,
és mindenki a legjobb tudása szerint küzd. A nap végére a hadsereg fele holtan fekszik. Ódin parancsára a küzdelem véget ér, és azok, akik az előbb még holtan feküdtek, most újra életre keltek. A napi elfoglaltságuk végeztével az Einherjárok lóra ültek, és belovagoltak a nemes holtak otthonába, a Valhallába. Minden egyes nap végén hatalmas lakomát rendeztek. Vatkan húst ettek, ugye Szárimnir Vatkan húsát, akit minden nap megesznek, hogy aztán másnap újra elfogyasszák. Illetve sört ittak, méz sört, amit Heidrun kecsketőgyéből fejtek. A lakomán természetesen ott van Ódin, vállán két hollója, Hugin és Munin. Nagyon kedvelték a vatkan húst. Ódin lábánál két farkasa, Géri és Fréki. Ódin nem eszik. Neki csak és kizárólag sörre van szüksége. Bizonyos történetek szerint bort iszik, nem sört. De mi az oka annak, hogy nem eszik? A farkasai, Géri és Fréki esznek helyette. Na, és elérkeztünk ahhoz a részhez, hogy a Valhallába kik és hogyan kerülnek be. A csatákban küzdő katonák számára kettő lehetséges végkimenetel volt. Ugye, vagy túlélték, vagy meghaltak. Mind a két véglet Ódin műve. Ez furcsa lesz, de ha valaki túlélte a csatát, akkor Ódin kegyelme segítette. Azonban, ha valaki meghalt, akkor a halálának oka nem más, mint hogy Ódin elárulta őt. Ugye? Tehát elég bizarr. Snorri Sturluson prózai eddája kijelenti. Mindazok a férfiak, akik a világ kezdete óta csatákban estek el, most ott élnek a Valhöllben, Ódinnal. Ez nem gyenge. Először is a Valhallába csak a férfiak kerülhettek be? Illetve tényleg csak annyi a feltétele, hogy valaki csatában haljon meg? Tehát ha te csatában vagy, és könyörögsz, hogy ne öljenek meg, akkor is a Valhallába kerülsz? Ne siessünk ennyire. Ódin két farkasának, Géri nevének jelentése falánk, és Fréki nevének jelentése mohó, az volt a szerepük, hogy a csata végeztével lemenjenek oda, és az elesettek húsából lakmározzanak. Ez volt Ódin eledele. Mindenek atyját az elesettek húsa táplálta. Mindenki hallott már a lényekről, amelyek nagyon hasonlítanak az angyalokra. A nevük Valkűr. A Valkűrök Ódin lányai. És tudom, hogy eddig nem elég bonyolult, szóval kicsit megcsavarjuk. A Valkűrök, azaz halott válogatók szerepe az volt, hogy a csata végeztével lemenjenek oda, és kiválogassák azokat, akiket alkalmasnak találtak. Alkalmasnak, hogy csatlakozzon az Einherjárokhoz. De a Valkűröknek más szerepük is volt. Ha te meghaltál a csatában, akkor annak az volt az oka, hogy Ódin megparancsolta a Valkűröknek, hogy neked meg kell halnod. A Valkűrök azok, akik Ódin halálos ítéletét végrehajtották. Ez teljesen király, jogosan tehetjük fel a kérdést, hogy mi ezzel a baj. Említettem, hogy vannak a nornák. A nornák azok az istennők, akik, maradjunk az embereknél, az emberek sorsát már a születésük idején meghatározták. Ítéletüket még az istenek sem bírálhatták. Tehát amikor Ódin megparancsolja a Valkűröknek, hogy valakinek meg kell halnia, az pontosan a nornák ítéletének bírálása. Ezen kívül volt egy réteg, egy csoport, a berzerkerek. A vérszomjuk és az őrületük oka valamilyen növény, gomba volt. De ami a lényeg? A berzerkerek mítoszokban betöltött szerepe kimerült abban, hogy egyedül vagy csapatosan vándorolnak. Vándorlás közben folyamatosan a párbaj lehetőségét keresték. Például, vagy te, neked van egy feleséged. Oda megy egy berzerker, és azt mondja, hogy a te feleségedet akarja. Küzdjetek meg, és a győztes megkapja a nőt.
Mivel a párbaj visszautasítása hatalmas szégyen, ezért elfogadod. De azt nem tudod, hogy egy berzerker ellen párbajozni, az nem feltétlenül egy okos döntés. A mítoszokban betöltött szerepük ez volt. Azonban valójában testőrök voltak, illetve ők alkották a, mondjuk úgy, rohamosztagot. Azt a csapatot, akik elsőként vetették magukat a csatába. A berzerkerek úgy gondolták, hogy az életük és a haláluk minél dicsőségesebb, annál nagyobb esély van arra, hogy Ódin magához rendeli őket. Tudunk egy berzerkerről, aki egymaga megölt 40 darab katonát. Egyetlen csatában. Gondolj bele, 40 katonát. Mekkora dicsőség. De ha úgyis Ódin dönti el, hogy a csatában ki él és ki hal meg, akkor a berzerkereknek konkrétan mi volt a lényege? Meg ugye a prózai Edda azt írja, hogy mindazok a férfiak, akik a világ kezdete óta csatában estek el, azok a Valhallában vannak. Ha a Valhallába jutás feltétele pusztán annyi, hogy valaki csatában haljon meg, akkor ismételten feltehetjük a kérdést. A berzerkereknek konkrétan mi volt a lényege? Ha engem kérdezel, itt sokkal inkább arról van szó, hogy a Valhalla ígérete az idők során megváltozott. Mivel pontosan tudjuk, hogy a vikingek között harcoltak nők is, teljesen valószínűtlennek tartom, hogy a Valhallába csak férfiak kerültek volna. Bizonyos történetek konkrétan embereket említenek, tehát a Valhallába azok az emberek kerültek, akik bizonyos történetek szerint lenyűgöző bátorságot vagy hősiességet mutattak. A háborúban. Ez fontos, nem a csatában, a háborúban. A háborút értelmezhetjük úgy is, hogy amikor valaki mondjuk egy betegséggel küzd, az is egy háború. Az én értelmezésem szerint mindenki, legyen az férfi, nő vagy gyerek, aki a halála pillanatában bátor volt, az a Valhallába került. Az Einherjárokat a csatában történő halállal és csak ennyivel azonosítani szerintem helytelen. De Snorri Sturluson ezt írja, tehát mit lehet tenni? És még egy nagyon fontos dolog. Odin hadseregének mi a szerepe? Ők lesznek azok, akik a Ragnarök idején az Áz isteneket segítik. Segítenek nekik, hogy legyőzzék a farkast. A farkasról a későbbiekben beszélünk. De ami nagyon fontos, Ódin lesz az, aki ezzel a farkassal harcol. Az Einherjárok csak úgy összességében az isteneket segítik. Ha kíváncsi vagy arra, hogy a skandináv költők honnan szerezték az ikletet, illetve ha érdekel, hogy mindenek atya hogyan lett tolvaj, a következő részben erről beszélünk. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!